A Magyar Honvédség 25. Lapkagyőr lövész dandár az alakulat napja és a lövészek napja alkalmából nyílt napot tartott a Fényesfasori Katonai Kollégium területén. Ebből az alkalomból nem csak a honvédek családjait, hanem minden érdeklődőt vártak. A Magyar Honvédségben minden alakulatnak, minden fegyvernemnek egyfajta visszatérés van a hagyományokhoz. A hagyományok pedig arról szólnak, hogy megtiszteljük magunkat és a közösségünket, ezen belül természetesen itt Tatán-Tata városát, lakosságát is, azzal, hogy egy picit megünnepeljük saját magunkat. Szent László napja van, Szent László a lövészek napja, a 25. Lapkagyőr az egy lövészdandár, tehát ez elsősorban a lövészek és a dandárunk ünnepe. Hozzáteszem rögtön, hogy az elmúlt hónapok gyakorlata miatt a dandár napunk is elmaradt, úgyhogy most egy összevont nagy ünneppel próbáljuk meg ismételten jól érezni magunkat. A nyílt napot elsősorban azért tartják meg minden évben, hogy a civilek kicsit közelebb kerülhessenek a honvédséghez, hogy egy kicsit bepillanthassanak a katonák hétköznapjaiba. Reggeltől különféle programokkal várták a látogatókat. A gyerekek lovagolhattak, vagy az ugrálóvárban tölthették az idejüket, de volt tűzoltó bemutató és természetesen katonai technikai bemutató is. Az egyik leglátványosabb program a közelharc, illetve a tűzszerész ezred bemutatója volt, melyen a tűzszerész felszereléssel ismerkedhettek a látogatók, és bepillantást nyerhettek a robbanóanyagot kereső kutyákkal való munkába is. A sport is fontos szerepet kapott a nyílt napon. Egész délelőtt futball, illetve amerikai foci meccsek is voltak. Reggel pedig elindult a Szent László menet, amit már negyedik alkalommal rendeztek meg. Szent László menet innen indult Tatáról a Tatai Kollégiumból. Ebben a formájában negyedik éve rendezzük meg, összességében pedig 7 éve rendezzük meg ezt a rendezvényt. Tavaly évben a Dunai árvíz miatt kimaradt. Annyit kell erről rendezvényről tudni, hogy több távon indítjuk, arany, ezüst, bronz távon, ezek 70, 50, illetve 30 kilométeres távok, valamint van lehetőség egy 20 kilométeres csökkentett távú túrára, valamint ezen kívül van terepfutás, illetve családok részére 8 kilométeres kis túrázási lehetőség is. A Szent László menetnek a lényege egy hagyományőrző céllal teremtettük meg. Ennek egyik része tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a teljesítménytúrával a személy, illetve a csapatok megmérettetése kerüljenek, valamint a távokból, illetve a kisebb távból adódóan itt lehetőség van arra, hogy a családok is részt vegyenek ezen. Ez nagyon jó lehetőség arra, hogy a civileket, illetve a katonai fegyveres közösségeket összehozza, együtt tudjanak teljesíteni egy ilyen távot.